aranyos széken a földek színskálája igencsak változatos. A nyári búzasárga békésen olvad vissza a gyümölcsösök fehéres rózsaszínjébe, és ebbe a csendes színfolyóban félénken evez a kék, a levendula kék. Hölgyeim és uraim, harasztoson járunk a Király Erzsébet levendula földjén. Azt kérdezem Király Erzsébetet, hogy most már kukoricaföld van, búzaföld van. Mit jelent az, hogy levendula föld? A levendula föld az virágos kertet jelent, ami egy gyönyörű szép, hogyha mikor virágzik, de gyógyhatása is van, tehát gyógynövény, dísznövény és fűszernövény is egyben. De leginkább gyógynövényként és dekornövényként. Tehát az. Ugyanúgy ültetik, mint a búzát, vagy hogyan történik ez? Mert nekem eléggé kuriózumnak tűnik. Hát nem éppen, mert a levendula egy olyan bokor, ami évekig, sőt évtizedekig elél, hogyha tisztán van tartva, hogyha megdolgozzák rendesen. Tehát elültessük egyszer, vagy kora tavasszal, vagy ősszel létrehozzuk az ültetvényt, és azt csak annyit kell, hogy karban tartjuk, tisztán tartjuk, ősszel, vagy kora tavasszal megmetszük, nyáron leszedjük a termést, és évtizedekig is virágzik, szedjük a gyönyörű virágokat. Hát ebből azt hiszem, hogy elég jó bizniszt lehetne csinálni, vagy ne kérdezzek ilyesmit. Hát lehet, igen. Nekünk fél hektár levendula ültetvényünk van, itt most a kertben itthon vagyunk. Pár sor van, ez különböző fajtájú, inkább diszként használjuk, de kint a mezőn a gyógynövény van. Hát meg lehet azért úgy élni belőle a fél hektárnyiból, amennyiben megkapjuk a jó piacokat. Tehát el kell járni vásárokba, értékesíteni kell, de attól függ, hogy ki hogy szereti feldolgozni. Lehet nagy mennyiségbe, több hektárral tenni, akkor azt ugye nagy mennyiségbe dolgozni, de mi kézművesként dolgozzuk fel az egészet. Tehát nagyon sokféle árut előállítunk, megkezdve az illóolajtól, ami a legértékesebb, a víz, a levendula víz, de szörpöt lehet készíteni, tejának nagyon jó, tehát ezeknek mind gyógyhatásuk van, de az amellett különböző illatsákokat, illatpárnákat, illatosítószert és különböző dekoratív asztali díszeket, falikoszorokat, csokrokat frissen vagy szárítottan lehet értékesíteni, cserepes növényként, tehát nagyon sokféle változatja van. Azt szeretném kérdezni, hogy az olajat, ugye azt úgy képzeljem el, mint a kukoricánál, vagy a napraforgónál, hogy itt préselik valahol itt a kertbe, vagy hogy van? Hát mi nem, hanem mikor nyáron júniusban virágzik a környékünkön, akkor a levendula virágot azt learatjuk kézzel, tehát sallóval, mint valamikor régen, és azt lepárlóba visszük el, mi nagy iglódra járunk itt Kolozs megyében, mert ott van egy nagyon jó minőségű illóolaj lepárló. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy egy 1000 literes inox tartályba belemegy kb. 250 kg friss virág, elég jó mennyiségkel, és az párlattal, tehát egy külön gőz tartályból, vagy víztartályból fő a víz, a gőz bizonyos atmoszférán keresztül megy az egész levendula virágon, tehát azon a nagy kazánon, és ugye a lepárlással jön a víz és az olaj. Hát de gondolom azért ezt a sok virágot leszedni bizony nem gyerekjáték, így négy kézláb, vagy hogyan szedik le? Hát elég nehéz munka, már abból a szempontból, hogy ugye hajolva kell szedni, sallóval szedjük, időbe kell, tehát ez az időjárás is, hogy hát valahogy úgy van, mint a buzaaratásnál, hogy ha jó az idő, akkor aratunk, de ott meg kell várni, hogy felszikadjon a harmat, meg stb. Na itt is meg kell várni, hogy pár napos jó meleg idő legyen, mikor odaérik a levendula az olajra, mert különböző fázisban szedjük az olajnak, meg nagyon ki kell legyen nyílva. Pár napos napsütés kell legyen ahhoz, hogy a minőségi olajat leadja, és hát elég nehéz munka, de viszont nagyon szép. Tehát kézműves munka, mivel hogy így kézművesen dolgozzuk fel, meg a csokroknak és az egészet kézzel szedjük le, tehát sallóval, meg csokrokkal kötjük, de nehéz munka, és még a legnehezebb munkája az tavasszal vagy ősszel van a visszametszéskor, mert az is, hogy kézzel történik, de azért szép is. Szép is a virágok közt lenni, illata van, nyugtató hatása van. Kint a természetben, ugye mikor virágzik tele méhekkel, lepkékkel, madárcsiripeléssel, úgyhogy nagyon szép.
Hogyan esett a választás éppen a levendulára, mert itt ugye a szomszédba és a szomszéd kertekben itt harasztoson meg a földön, ugye a kukoricát dicsérték, kukoricacsutkával fűtenek, és átjön ide az ember a királyéknak a kertjébe, és hogy levendula föld van éppen. Hát valamikor mi is zöldségeltünk, aztán férjem elment kamionozni külföldre, és akkor azon gondolkoztam, hogy mi legyen valami olyasmi, ami kertészkedés, de valami más. És hát addig böngésztem interneten, meg amíg a levendulára így rátaláltam, kevés volt az információ, és akkor én még elég hosszú ideig gondolkoztam, hogy most ezt hogy is mondjam meg, mert elég nagy a befektetése. Na de ha az ember mer álmodni, és kicsit oda teszi magát, akkor lehet valósítani is, lehet váltani az álmokat. Mit szóltak itt Harasztoson, amikor meglátták, hogy a királyi kertjében már nem kukorica van, hanem levendula? Hát az elején olyan picik voltak a palántok, mivel hogy nem kaptam palántot, mikor akartam, mert fel kellett iratkozni, és nagyon drága volt, csak azt mondtam, én nem várok még egy évet, hanem Angliából hozattam a magot, és kínlottam, elég kicsi a csiraképességes, nehezen bújik ki a levendula, és akkor bizony néztek itt a környékbeliek, hogy ez most mit csinál itt. Annyira pici volt a palánt, hogy elültettem a kertbe, és nem látszott. Kicsit sárgás is a föld, sütött a nap, nem látszott, és kérdezték, hogy mit tudok én csinálni a kertbe, mert semmi sem látszik. Na hát ez kicsit olyan érdekes volt. Ez volt tavasztól egész nyárig, összig, na de ősszel, mikor már kivittük a kis levendula töveket a földbe, és létrehoztuk az ültetvényt, akkor már elég sok munka volt az ültetése, és ugye gödröket ásni, meg elültetni, tehát kemény fizikai munkát igényel, de utána, amikor már virágzik, akkor most már mindenki, jaj, de szép. Úgyhogy ez ugye az embernek jól esik. De most már kezdik a faluba is megismerni, igen, most már 5 éve, de hát az első 2-3 év az olyan, amíg odafejlődik a levendula, mert valójában 3 év kell, hogy jól kifejlődjön, akkortól kezdtünk már olajat is párolni, addig nem, mert hogy oda rengeteg mennyiség kell, meg hogy a maga a bogor is legyen kifejlődve. Hol lehet eladni ezt a levendula olajat? Megmondta, levendula víz, jól érted? Igen, a levendula párlatból, tehát mikor a levendulát pároljuk, jön a víz és az olaj. Most az 1000 literes kazánból, amiben belemegy 250 kilónyi friss virág, abból nem jön le csak 2,5 liter olaj. Tehát nagyon kevés, de viszont annál értékesebb. És jön a víz is. Na, a vízből abból több mennyiség jön le, viszont gyógyhatása van. Úgy a víznek, mint az olajnak. Tehát az olaj maga, az illata is nagyon kellemes, de viszont az olaj sebekre, égésekre, csípésekre jön a hullany szezon, a szúnyog szezon nagyon jól előzi fejfájásra, vagy valamilyen ekcémás bőrvizketésre nagyon jó. Nekem a vizeles lábam, mikor piacokon vagyunk, és egész nap állunk, talpon állva azért kimeríti a lábot, és akkor az szépen este fürdés után egy 2-3 cseppel bemasszírozom a vizeres lábomat, és nagyon jól megnyugtatja. Ugyanúgy a levendula víznek is gyógyhatása van, azt is arcra a nők nagyon szeretik, de viszont borotválkozás után is nagyon jó nyugtató a férfiaknak, sebekre, csípésekre ugyanúgy. Én a talpomat szoktam vele befújni, mert ugye talpon állva egész nap, az embernek csajog a lába, a sarkai fájnak, és akkor ugyanúgy befúvom, hagyom megszáradni, és egy olyan 20 perc múlva megjön a hatása. Fejfájásra, vagy fülgyulladásra, pici babáknak a popsijára nagyon jó. Hallottam ugye, hogy van fenyővíz és van levendulavíz, tehát ebből a levendulából is lehet csinálni pálinkát, vagy most butaságot kérdezek? Hát likőr, nekünk is van levendula likőrünk, igen, de ezt a szőrből, elsősorban szőrből is készítek a levendula virágból, aminek ugyancsak gyógyhatása van a köhögésre. Tehát 1-2 evőkanálnyi levendula szörpöt, hogyha elfogyasztunk, az azonnal csillapítja a köhögést. Na most ezt a szörpöt fel lehet oldani vízzel vagy ásványvízzel, egy kellemes üdítőt kapunk belőle, és lehet belőle készíteni a szörpel likőrt is. Tehát pálinkát semmiféleképp, nincs levendula pálinka? Hát én nem tudok róla, így hogy főzni pálinkát nem, de viszont likőrt már lehet. Kedves nézőink, az alkoholbarátoknak ugye ez egy rossz hír, hogy nincsen levendula pálinka, viszont én megígérem, hogy ki fogom próbálni a borotválkozás utáni
milyen szesznek hívjuk, vagy hogy? Levendula víz. Ez a márkakból jön le a levendula víz. A levendula vízzel fogom majd bekenni az arcomat. Kedves nézőink, a hangulatos riport után Makkai József újságírót köszöntöm itt a stúdióban. Szervusz Jóska, köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz, én is köszönöm az alkalmat. És hogy szakújságíróként lényegében arról beszélgethetünk a továbbiakban, hogy mennyiben éri meg ugye átállni kukoricáról levendulára, vagy krumpliról levendulára, stb. Mi a szakújságíró tapasztalata ezen a téren? Mik a legnagyobb kihívások, mik a legnagyobb örömök akár ebben a témában? Hát most éppen egy ilyen átállási periódus van a mezőgazdaságban, tehát ennek több oka van. Egyrészt gyökeresen megváltoztak a támogatási kiírások az utóbbi időben, és ha már a támogatásokról beszélünk, akkor talán érdemes két szót mondani arról is, hogy egyre inkább a szövetkezeteket próbálják különféle uniós pályázatokkal, meg hát ugye hazai szakminisztériumi pályázatokkal is támogatni, és a hagyományos mezőgazdaság ezzel gyakorlatilag át fog alakulni teljesen. Tehát, hogyha egy gazda meg akar maradni a hagyományos szántóföldi növénytermesztésnél, akkor muszáj társulnia, mert ugye egyértelmű, hogy van erre vonatkozó akarat? Hiszen ugye ezer éve beszélünk arról, hogy azért a szövetkezet, mint olyan ugye rosszul cseng, mert hogy a kommunizmus éveit juttatja sokaknak eszébe, van erre vonatkozó akarat az tehát emberek most részében? Már van, tehát az utóbbi időben van. Tehát nagyon sok pozitív példával találkozunk. Tehát én rendszeresen vadászom az ilyen újjáalakuló szövetkezeteket, vagy friss szövetkezeteket, nekem amúgy ez évek óta veszőparipám, és nagyon sok pozitív példa van ezen a területen. Tehát pont a napokban beszéltem egy csalánosi új szövetkezettel, ez Szatmár megyében van, akik már szinte 3 millió eurót pályáztak két év alatt. Tehát ezek sikertörténetek, csak az embereknek meg kell érteniük, ugye, hogy lépni kell. Tehát csalánoson is, hogyha már erről van szó, ugye 20-25 gazda összefogott, és egy kezdőtőkével elindított egy szövetkezetet, és innentől kezdve aztán már ugye jönnek a pályázatok, jönnek a különböző beruházások. Tehát ez az egyik módszere ugye annak, hogy a gazdák talpon maradjanak. A másik módszer pedig az ugye, hogy ahogy ez a hölgy is nagyon érdekesen elmondta, tehát meg kell találni azokat a növényi kultúrákat, amiből kis területen viszonylag tisztességes vagy nagy hasznot lehet kihozni, mert a hagyományos szántóföldi növénytermesztésben ez már nem működik, tehát 5-10 hektárból gyakorlatilag senki nem tud megélni. Csak abban az esetben ugye, hogyha intenzív kertészkedésbe fog, vagy fólia alatti növényt, vagy kertészkedésbe, ugye, vagy szántóföldi zöldségtermesztésbe. Tehát ezek a váltások ugye most már egyre több gazdát foglalkoztatnak, mert ha nem vált a gazda, akkor fel fog ébredni, hogy egyszerűen nem tud megélni a földből. Igen, de hogy ott van, mint váltásról beszélsz, vagy változásról beszélsz, ami a mezőgazdaságban, hát érdés mond, már beállt gyakorlatilag. Ellenben ez nem azt jelenti, hogy valamikor majd a kukoricát, vagy a krumplit, a székelyföldi pityóket, majd aztán importáljuk, mert mi levendulát termesztünk? Vagy ez a váltás merre fele visz? Tehát ez a váltás végül is nem olyan mértékben fogja kiszorítani ezeket a hagyományos haszonnövényeket, hogy ezeket importáljuk. Tehát ugyanez a helyzet a krumpli termesztésben, hogyha már ezt hoztad föl példának. Tehát a Székelyföldön is egyre nagyobb gond, ugye most az idén egy ilyen jellegzetes év volt, tehát nagyon drága a krumpli, a gazdáknak viszonylag megéri. De ez 10 évben egyszer van. Uh-huh. Tehát, hogyha nem fognak össze, nem alakítnak ilyen krumpli értékesítő, pityó értékesítő szövetkezetet, akkor ott sem fog ez működni. Tehát a levendula nem fogja ezeket a kiszorítani a haszonnövényeket, viszont ezek a gyógynövények, különféle ilyen illatszereknek a termesztése, illatnövényeknek a termesztése éppen azt a
azt a részt próbálja a kenyérhez juttatni a gazdák közül, akik kis területen próbálnak megélni. És a levendulából, hogy a hölgy is mondta, ugye fél hektáron, egy hektáron simán meg lehet. Nagyon sok ilyen gyógynövény van. Igen, nem tehát csak amit, a levendulról beszélt, fel kell fedezni. Hanem, tehát igen. Most pont valakivel beszéltem, hogy mákot termeszt, tehát az is egy hihetetlenül... Amit ugye a gyógyszeripar igen, gyógyszeripar, egy kicsit bonyolultam, mert különféle engedélyeztetési folyamatok vannak, de ezekre mind meg lehet szerezni a szükséges papírokat, a szükséges engedélyeket. Tehát nagyon széles az a paletta, ahol a gazda el tud indulni. Egy dolgot ne tegyenek a gazdák, hogy ne csinálnak semmit, ne érdeklődjenek. Mert az, pontosan, az akinek ugye, hölgye van, az mindenképpen persze. Ugye megéri, hogy érdeklődjön, és hogy álmodjon, ahogy a hölgy is mondta, hogy álmodni kell, és aztán a valóra is lehet váltani az álmot, bürokratikus utakon ugyan, de valóra lehet váltani. A kérdésem a következő, itt a hölgy is megfogalmazta, hogy a legnagyobb kihívás a piac, hogy hol értékesíteni a termést, az árut, mint olyan. Tavaly éppen beszámoltunk, Kolozson van egy gazda, aki nem tudom már milyen tökfélét kapott támogatást, nagyon óriási nagy termése lett, és nem tudta értékesíteni. Tehát gyakorlatilag ugye odarodhatta a sok tök az udvaron. Hol lehet értékesíteni, hol lehet piacot keresni, vagy először az van-e, hogy piacot keresünk, és majd csak utána fektetünk be? Tehát nyilván, hogy így kellene elindulni bármilyen terménnyel, bármilyen növényféleséggel, hogy előbb piacot keresni, csak a piackereséshez is visszajutunk a szövetkezés fontosságához. Ugye, tehát ma már tudjuk, hogy a romániai élelmiszerpiac 60-70%-a nagyáruházakban dől el. Sajnos. Tehát, hogy az emberek többsége nagyáruházakból vásárol. Na most nagyáruházakban ugye kisgazdaként nem lehet bejutni. De az sem igaz, hogy a nagyáruházak elzárkoznak a gazdáknak a terményeitől, tehát meg kell találni azt a módszert, akár 4-5 gazda összefog, és akkor egy bizonyos szerződés keretében ellát. Csak azért valljuk be, és számos gazdával beszéltél te is, meg én is, nagyon nehéz bejutni, mert a nagyáruház is a minél olcsóbbat keresi, és lehet, hogy nyilván, az import az olcsóbb, mint a igen, hazai jó. Tehát nyilván, hogy nehéz bejutni, de meg kell próbálni. Tehát úgy esélytelen a bejutás, hogyha a gazda ugye egyedül próbálkozik, mert legyünk őszintek, nem csak nagyáruház, hanem egy közepes méretű ilyen hipermarket sem tudna szerződést kötni a gazdával, hogyha neki teszem, azt kell egy bizonyos termékből havonta 1000 kiló, és a gazda tud neki 100 kilót szállítani. Tehát itt az a helyzet, hogy az azonos érdeklődésű gazdák, akik azonos terményt termelnek, azok valami formában össze kell fogjanak, és akkor ugye közösen jelenjenek meg a piacon. Tehát nem egy olyan ördöngös dolog ez, hogy összefogni. Most elég, ha elmondok néhány statisztikát, például a holland gazdáknak a 100%-a különböző gazdaszövetkezeteknek a tagja, Romániában a gazdáknak az 1%-a gazdaszövetkezetek tagja. Tehát a két véglet között, a két véglet között ugye az Európai Uniós átlag valami 34-35%, de az is azért ilyen kevés, mert ugye itt vannak a keleti végeken, Románia, Bulgária, ahol nagyon alacsony a gazdáknak a szövetkezési kedve. Tehát nyilván, hogy az Európai Unió most minden eszközzel próbálja ezt a rendszert támogatni, mert hogy nincs más út. Tehát nem azért nincs más út, mert hogy mit tudom én, ezt az Európai Unió így akarja, hanem ez egy nyugat-európai tapasztalat. Így működik a francia, az angol, a német, minden mezőgazdaság. Tehát mit kellene tenni felvilágosítás terén? Azért kérdezem ezt így, mert hogy éppen a hétvégén volt alkalmam megtapasztalni ezeket a kérdéseket. Falun voltam és részt vettem számos ilyen beszélgetésen. Mit lehetne tenni? Itt van a föld, lehetne pályázni, valamit oda lehetne tenni, termeszteni, stb. Egyrészt az emberek félnek neki indulni. Másrészt én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy itt az internet világa, stb., mégsem elég felvilágosítottak az emberek ebben a tekintetben. A másik szintén a piac kérdése, hol lehet értékesíteni, ki hová tud betörni, stb. Ezek mind olyan kérdések, amik azért visszahúzzák az embert attól, hogy merjen és vállalkozzon. Mi a helyzet a felvilágosítási folyamattal? Én azt mondom, hogy sokkal jobban állunk, mint ezelőtt 5 évvel például. Tehát néhány példát mondok. Tehát beindult Erdélyben egy jól működő falugazdász hálózat. Tehát 60 falugazdát finanszíroz a Budapesti Agrárminisztérium, akiknek ez az egyik fő feladata a gazdaszövetkezeteknek a támogatása, a gazdaszövetkezetek megalakítása. De ugyanezt támogatja most a Romániai Agrárminisztérium keretében egy külön program, egy EGISZ nevű
nemzetközi vállalatot bíztak meg egy ilyen tender kiírás keretében, és ennek a szaktanácsadó vállalatnak most már gyakorlatilag minden megyében vagy több megyében van egy irodája, ahol teljesen ingyen és bérmentve bejegyzik a gazdáknak a szövetkezeti vállalkozását, tehát gyakorlatilag összeáll 5 gazda vagy összeáll 10 gazda egy banyába sem kerül. Tehát most Erdély szerte meg Románia szerte vannak ilyen felvilágosító utak, gyakorlatilag gyűléseket tartanak. Nyilván, hogy mi nagyon a végén tartunk, tehát eltelt 30 év, ezen a területen nem tettünk semmit. Ez egy közös bűne a politikai pártoknak, mindenkinek. Tehát ezt tudtuk mi ezelőtt 10 évvel is, tudtuk mi ezelőtt 20 évvel is, hogy ez megkerülhetetlen, hiszen ugye kinyíltak a határok, nagyon sok ember járt Nyugat-Európában, rengeteg olyan gazdát ismerek, például aki Svájcban, Hollandiában járt, más északi nyugat-európai országokban. Ahol a jó példát ugye lehetett volna lőni. Csak nem volt erre, nem is azt mondom, hogy nem volt fogadókészség. Nyilván, hogy a gazdákat meg lehet, akár mondhatnánk azt is, megvádolhatnánk, hogy nem akarják, de hát nem én akarják, úgy érzem, mert, hogy továbbra is ott van mert, a félelem hogy, igen, emberekben. Mert hogy nincs egy érdemi felvilágosító munka, tehát mindig az emberek félnek az újtól, legyünk köztinték, nem csak a gazdák, mindenki pontosan fél, tehát igen. Egy munkahelyen, ha valaki jön egy és új ötlettel, és ha nem magyarázza el, hogy ő most mit akar itt, fel akarja borítani a rendet, pontosan. Akkor nyilván, hogy ez egy állandó félelem van az emberekben, tehát ugyanígy van a szövetkezeti problémával is, tehát el kell magyarázni, én nagyon sok jó példát látok, beindult, úgyhogy szerintem lesz belőle valami. Köszönöm szépen Makai József szakújságírónak ezeket a véleményeket, úgy gondolom, hogy az otthoniak is a tévé előtt okultak belőle. Köszönöm még egyszer.